Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. Pontosan mit is jelent az, hogy a hazai áraknak a régiós középmezőnyben kéne maradnia? Egy korábbi kormánnyal folytatott megbeszélésen erről állapodtak meg, de mit nevezünk régiós középmezőnynek, és ez mit jelent most árakban kifejezve? A megállapodás, illetve az egyeztetések, amelyek a nemzetgazdasági miniszterrel folytak, konkrétan nem is nevesítették azokat az országokat, amelyek ebből a szempontból lényegesek. Természetesen azért azokkal lehet csak számolni, amelyek nagyjából hasonló feltételek között működnek. Fontosak lehetnek azok az Európai Uniós környező szomszédaink, illetve a közép-kelet-európai régió országai, gondolok itt Lengyelországra, Csehországra, Ausztriára. Ha most ha ezt figyelembe vesszük, akkor mekkora az eltérés ön szerint, vagy önök szerint a hazai árak és a régiós úgynevezett középmezőnyi árak között? Nagyon nehéz a kérdésére válaszolni, hiszen komoly árkülönbségek vannak, még csak hogyha a hazai üzemanyag töltőállomásokat nézzük, akár 50-60 forintos árdifferencia is lehet két töltőállomás ára között. Ilyen feltételek mellett normál piaci viszonyok közepette nehéz meghatározni egy adott országban, melyek a benzin és gázolaj aktuális, átlagos vagy jellemző árak. Hát igen, de péntekre ugye úgymond berendelte önöket a gazdasági miniszter, és hát ugyanezt a kérdést föl fogja tenni, hogy lehet az, hogy mindenütt olcsóbb, mint nálunk, és önök valamilyen koncepcióval oda kell, hogy érkezzenek. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy mindenütt olcsóbb, mint nálunk. Teljesen eltérő alapokon, eltérő metodikával történik ezeknek az áraknak a képzése. Tehát azért bátorság azt mondani, hogy itt vagy ott drágább. Teljesen exakt gyakorlatot nehéz azért erre felépíteni. Mit vár a pénteki találkozótól, vagy mit várnak? Ugye azt tudni kell, hogy a Magyar Ásványipari Szövetség egy önálló szakmai és érdekképviseleti szervezet. Nem is tudom egyáltalán mennyire normális az, vagy mennyire gyakori az, hogy a kormányzat önöket úgymond berendeli. Az aktuális piaci folyamatok áttekintésére kerülhet sor. Mindenképpen látni kell az ellátás fizikai oldalát, erről is tájékoztatást fog nyújtani a legnagyobb hazai olajvállalat, illetve a Magyar Ásványolajszövetség. Nem csak Magyarországot, hanem régiós szinten is, úgy a kőolajszállítások, mint pedig a finomítói, feldolgozói kapacitások szempontjából, hiszen ezek legalább ugyanolyan fontosak, mint az, hogy az aktuális árak éppen egymáshoz képest hogy alakulnak. Áttekintésre kerülhetnek azok a lehetőségek, amelyek az aktuális árak szempontjából fontosak lehetnek. Mondom, hangsúlyozni kell, hogy a Magyar Ásványolajszövetség ezeken a megbeszéléseken elmondja, hogy a piacot alapvetően azért a piaci szereplőktől független paraméterek vagy éppen események befolyásolják, tehát a hazai olajipar szereplői nem nagyon tudnak hatással lenni a kőolaj világpiaci árára, de én azt gondolom még a forint-euró vagy forint-dollár árfolyamára sem. Tehát vannak olyan tőlünk független elemek, amelyek figyelembevételét nem lehet kikerülni, és amelyek sajnos hatással vannak az üzemanyag árakra. Az, hogy az árak éppen csökkennek vagy növekednek, alapvetően ezek a jegyzésárak befolyásolják. Az, hogy ezek a változások éppen milyen mértékűek, mennyire jelennek meg az aktuális árakban, erre lehet némi hatással a piaci szereplőknek, de alapvetően azért a mozgástér nagyon-nagyon korlátozott. Jegyzésárak, tehát az alapanyagár, az európai benzin és gázolajárak alapvetően meghatározzák azt, hogy körülbelül milyen árszinten lehet számítani arra, hogy az üzemanyagok a töltőállomáson értékesítésre kerüljenek. Megnéztem a jegyzéseket most. A Brent jelenleg 90,42 dollár, tehát 90 dollár 42 centen áll. Érdekes az Urál alakulása, ugyanis tavaly decemberben még 56 dollár volt, de most már 83, tehát jelentősen emelkedett, és ez azt jelenti, hogy a Brent és az Urál majdnem egy szinten van. Gondolom, hogy ezek azért befolyásolják a hazai árakat. Nagyon jól látja az, hogy az alapanyag árak és a jegyzés árak hogy alakulnak, amellett még azért nagyon sok egyéb elem is hatása lehet arra, hogy
maga a feldolgozásra kerülő kőolaj milyen költségek mellett kerül be a finomítóba. Nem szabad elfelejteni, hogy egyre nagyobb részarányba kell, hogy megjelenjen a hazai feldolgozásban a nem orosz eredetű, nem az orosz csővezetéken keresztül érkező kőolaj, aminek sajnos a logisztikai költségei messze magasabbak, mint az orosz kőolaj beérkeztetésének. Az Adria csővezetéken keresztül lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel tud a hazai finomító alapanyaghoz jutni, tehát ez már rontja a pozícióját az előállított termékeknek, mondjuk azokkal a környező országbeli finomítókkal szemben, amelyek eredetileg már tengeri kőolaj feldolgozására specializálódtak, és évek óta megszokott beszállítói körrel normál gyakorlattal jutnak az alapanyaghoz, amelynek akkor csak az árát, a tényleges edzésárak mozgása befolyásolja, nem kell új feltételekkel, új forrásokból alapanyagot beszállítani. Tehát nagyon összetett ez a kérdés. Egy biztos, hogy maga a kőolaj edzésára magas, mert a $90 barelenként mindenképp magasnak tekinthető. Azért őszintén remélem, hogy jelentősebb további emelkedés nem lesz. Azokat a világpolitikai történéseket, negatív változásokat, amelyek ezt a áremelkedést okozták, én remélem a piac már beárazta, még hogyha ezen a szinten is, de talán egy nyugodtabb időszak következhet, amikor kevésbé lehet arra számítani, hogy hektikusan mozogni fog az alapanyagár. Jelenleg több mint 50%-os a különböző adótartalma a hazai üzemanyagoknak. Elképzelhető, hogy ezen a beszélgetésen valamiféle adócsökkentés, vagy a másik oldal felől egy ársapka szóba kerülhet? Azt tudom megfogalmazni csak, ami a mi álláspontunk, az adózás feltételek részletei kormányzati döntés. Mi csak tárképzésben tudjuk követni a jogszabályokban bevezetett adókat és adók változásait. Az, hogy ezek milyen árat produkálnak, az pedig látható és pontosan lekövethető, hiszen a meghatározott adó után a változásokat már alapvetően a jegyzésárak mozgása, illetve az árfolyamok tudják befolyásolni. Egy biztos, hogy az utolsó komolyabb adóváltozásokat a piac már beárazta, tehát a januári jövedéki adóemelés, az energia hatékonysági kötelezettségi rendszerből fakadó adójellegű többletköltségek, illetve a kiskereskedelmi különadó változása már beárazásra került. Ma egy viszonylag stabilabb adókörnyezetben működünk. Én azt gondolom, hogy elég tapasztalat volt, és elég negatív tapasztalat az utolsó hatósági árszabályozás időszakában. Nem volt véletlen annak a végeredménye és a gyors kivezetése. Én őszintén remélem, hogy az üzemanyag forgalmazás továbbiakban is szigorúan csak piaci alapon fog megvalósulni.